Hívhatjuk akváriumnak, ketrecnek vagy teráriumnak, az elkövetkezendő években ez lesz a szakállas agámánk élőhelye. Annak érdekében, hogy egészséges és boldog legyen, meg kell győződnünk arról, hogy az élőhely megfelele az igényeinek. A következőkben ezeket vesszük sorra, hogy biztosan a legmegfelelőbb környezetet tudjuk kialakítani számukra. Szerintem a legmegfelelőbb formája a szakállas agámák tartásának a tolóajtós üvegterrárium. Ez a legváltozatosabb mértékben és kialakításban beszerezhető terrárium. A sínekben futó dupla tolóajtó az elején kivehető, így megkönnyíti a tisztítást vagy az állathoz történő benyúlást. A dupla szellőzőrácsnak a tetején és az elején köszönhetően EU szabványnak megfelelően cirkulál a terrárium belsejében a levegő, húzatot nem okozva, így biztosítva a friss oxigén ellátást. A fenti rács részre helyezhető el a melegítő és UV izzók. Egyetlen hátránya a súly, amit az üveg vastagsága befolyásol, de ha nem mozgatjuk sokat, akkor ez is tökéletes. Meg kell győződnünk arról, hogy megfelelő méretű a kiválasztott terrárium az állatunk számára. Ha a terrárium túl kicsi, stresszeli az állatot és korlátozza a fejlődésben. Az itt felsoroltak segítenek meghatározni a megfelelő méretet. Ha nem tudod, hogy hány liter a terráriumod, itt egy egyszerű képlet a kiszámításához. Minél világosabb a terrárium, annál boldogabb a szakállas agámánk. Ne feledkezzünk meg róla, hogy állataink Ausztrália sivatagából származnak, így szükségük van a teljes spektrumú világításra napi 10-12 órában. A terráriumban úgy kell elhelyezni az ágakat, köveket, pihenőhelyeket, hogy az ott sütkérező állat pont alatta legyen a megfelelő magasságban. Emellett kell még egy melegítő lámpa is, ami a megfelelő hőmérsékletet biztosítja számukra. A szakállas agámák kedvelik a sivatagi környezetet, így a terráriumot fűteni kell. Ki kell alakítani egy meleg és egy hűvösebb oldalt a terrárium két felében. A meleg oldalon a hőmérséklet 35-43 Celsius fok legyen, a hűvös oldalon mintegy 30. Emiatt praktikus, ha két hőmérő van, az egyik a meleg oldalon, a másik a hűvös oldalon. Az állatoknak szüksége van továbbá egy sütkérező helyre. Ezen a ponton a hőmérséklet a kifejlett egyedeknek 35, a fiataloknak 43 fok legyen. Használhatunk melegítőlámpát vagy fűtőlapot. Az éjszakai órákban a hőmérséklet 20-23 fok között az optimális. Emellett szükségünk van egy páratartalom mérőre is. A szakállas agámák sivatagi állatok, ezért szükségük van a páratartalomra, ha nem is túl magasra. Az egészségük és jó körzérzetük megőrzése érdekében. Az optimális érték 30% vagy egy kicsivel a fölött. Mindenképpen kell valamilyen ajzatot tenni a terrárium aljába. Az ajzat kiválasztása függ az állat korától. A fiatal egyedek nagyobb eséllyel nyelnek le talajt vadászás közben, mint az idősebbek. Ilyenkor célszerű vitaminozott hüllő homokot választani, ugyanis ha ezt megeszik, nem árt nekik semmit. Újonnan beszerzett vagy beteg, illetve elkülönített egyedeket olyan talajon érdemes tartani, ami jól megvizsgálható az állat széklete, például papírkérztörlőn. A tojást rakó nőstények biztosítani kell az a szerkezetű, jól ásható talajt a tojások elhelyezéséhez. Figyelembe kell venni, hogy nagyon szeretnek ásni, így például homokból vastagabb 3-4 cm-es réteget kell kialakítanunk. Fontos, hogy ne használjunk faforgácsot, fenyőkérget, illetve apró szemű kavicsokat, amit lenyelhetnek. Nem várhatjuk egy agámától, hogy jól érezze magát egy üres terráriumban. Szerezz be néhány kiegészítőt és használd a fantáziád. Használhatsz függőágyat, ágakat. Nagyon fontos, hogy legyen olyan hely, ahol elrejtőzhet. Ennek egy zárt helynek kell lenni, ahol el tud bújni a fény és az őt néző emberek elől. Ez azért is fontos, mert vannak olyan életszakaszaik, amikor szeretnek többet elvonulva aludni. A mai videóban ennyi fért bele, legközelebb az étrenddel fogjuk folytatni. Addig is nézd meg az eddigi videókat a csatornán, ha még nem láttad volna. Ha meg igen, akkor is megnézheted újra, amelyik tetszett. Ha van, írd meg véleményedet erről, vagy bármelyik videóról és jelezd egy lájkkal, hogy lássam, ha tetszett. Legközelebb találkozunk, sziasztok!